Tovább szította a közel-keleti feszültséget egy dél-libanoni légicsapás, amelyben meghalt a Hezbollah egyik parancsnoka. Izmail Yusuf Baz autóját egy drón találta el. A Hezbollah félkatonai szervezetet Irán támogatja, Izrael pedig korábban figyelmeztetett, hogy megtorolja Teherán hétvégén végrehajtott nagyszabású légitámadását. Egyelőre nem tudni, hogy Izrael tervez-e további megtorló intézkedéseket, de felszólította a nyugatot, hogy szigorítsa a szankciókat Iránnal szemben, hogy akadályozza az ország rakétagyártási kapacitását. Ezt a felvetést Németország külügyminisztere is támogatja. Késő össze Franciaországgal és más Európai Uniós partnerekkel együtt azért kampányoltam, hogy tovább bővítsük ezt a drónokkal kapcsolatos szankciórendszert más rakétatechnológiák esetére is, tekintettel arra, hogy Irán és megbízottai a közel-keleten is a tűzzel játszanak, fogalmazott Annalena Baerbock. Közben az olaszországi Capri szigetén összegyűlt G7 csoport gazdasági nagyhatalmai igyekeznek megakadályozni, hogy a konfliktus teljes körű háborúvá fajuljon. Emellett tűzszünetet szorgalmaznak Gázában, ahol töretlenül folytatódik Izrael katonai hadjárata a Hamas megsemmisítésére.